Sziasztok srácok! Zsozé vagyok! Ez pedig a Rise of Son of Rome. Gyerekek, az egyik legjobban várt játék az évben, és sok videót csekkoltam róla, hát nagyon bejött a téma, úgyhogy gondoltam lecsapok rá Sovány Malac vágtába, mint tyúk a takonyra. Így is történt, úgyhogy együtt tudjuk megnézni, hogy csalódni fogunk-e vajon a játékban, avagy valóban azt nyújtja, mint a trélerekben, és a többi ilyen ugye szokásos helyeken. Na de nézzük is akkor, hogy das is gut, vagy das is fos. És akkor gyerekek, itt fut a mi kis római kori lagzi lajcsink a strandpapucsával, csattog, mint egy 1002-es Lada féltengely, hullik a vakolat, menekülj lajcsi. Ó, gyerekek, nagyon dzsukél ruhája van. Hát nem tudom most mi van. Szalad, mint a nyúl. Tű, micsoda aranyszerkói vannak, öcsém. Bekörni a zaciba, gyerekek, a zaciba. Istenem, segíts! Jönnek és megölnek engem! Kiáll a teraszra, ugye, mert nem dohányzó helység, kijött bagózni. Kint már nagyban megy a box. Azta! Elég ütős atmoszférája van ugye, de hát ezt már láthattuk a bemutató videókban is. Hentej, te állat! Az komoly! Nem szarral gurít a srác, gyerekek, valószínűleg ezzel leszünk. Itt egy marék szotyi, vigyed! A partfista fejedről pedig fesd át feketére, mert ez MSZP-s. Most mondta neki. Hát nézzük, mit tudunk csinálni. Vagy még mindig nem? Majd most, gyerünk. Na elvileg most már mi irányítjuk, nem? Ja, most megtanuljuk, hogy mi hogy van, gyerekek. Na mi van? Most görgő ügyileg kéne elhelyezkednünk, de szar a görgőm. Öcsém! Gyerekek, ki kell cserélnem az egeret egy perc. Már sikerült áthidalni a problémát, ne haragudjatok közben. Hát de ez kemény, kemény a csóka. Na mi van? Ki jön? Pusztulj már el! Már azt se tudom, mivel kell védekezni egyébként, de... Mindegy, nem az a lényeg. Oh! Azt a pozíciót, gyerekek, hát... Az európai talajtorna bajnokságon nem csinálnak ilyet, mint az a csávó, mikor meghal. Van valami kivégzés is szerintem. Vagy valami kivégzés jellegű dolog, mert arra mindenképp szükség lenne, meg jó is néz neki. De mi? Állj mellette, tődj arcú! Milyen rocker sérója volt a csókának, most hogy vagyok itt föl? Ja, igen. Simába. Jövünk segíteni, tartsatok ki, lányok! Így kell bukfencezni. Na most mi van? Eredsz már le. Na jó, meg vagyunk. Micsoda kombó, gyerekek!
Azt elrúgtuk a létrát, ez full véletlen, nyomtam egy E-betűt egyébként. Tehát semmi... izé nem volt benne. Mi a fasz? Azt hittem ezek ellenem jön mind. Hát mondom, lefosom a bokámat menten, és... Ne, mi a... Ne! A gyerekek, ez kurva nehéz egyébként. Kiadtuk a parancsot. Ámornyira el is találta őket. Septibe. Ilyen a szerelem, gyerekek, nincs mit tenni. Itt a főpart fish. Tisztelet, mester! Fingani, remélem nem restel. Egyébként szar lehetett ebbe az időszakba élni, úgy gondolom, nem? Tehát itt azért henteltek rendesen. És talán egy kicsit ezt meg is tapasztalhatjuk ilyenkor. Ez mi? Ámor, nyila. Hát rájöttem, haver. Mit, a hordókat kéne eltalálnunk? Nem is látom az íjat, vagy az izét, hogy megy amúgy. Az a vicces benne. Felgyújtjuk a hordókat. Áhá! Égjetek! Ott van még. Jó játék, jó a hangulat a gyerekek. Itt még úgy érzem, hogy nem kell, hogy csalódjunk a játékban. Ja, még ott is van hordó. Jó, hát elaludtam, bocs fiúk. De sajátjaimat csak nem gyújtom. Nem, jó van. Na mi van, fiúk? Hol van a hordó még? Lőjünk így semmi a vaktába. Begyüttek! Ilyen enyhe kis altató lövedék van egyébként a fegyverünkbe. Semmi komoly. Nézd meg, nem bírom eltalálni. Na mi van, eddig egy még lövöldözünk? Én izé... hús-hús elleni harcot akarok, gyerekek! Meddig fogunk itt védekezni? Valamit, nem tudom, mit csináltam, kiadtam valami parancsot. Fire! Oh, she's on the fire! Valószínűleg nem ezt a parancsot. Megint. Gyerekek, meddig kell még lövöldözni? Hát komolyan mondom. Katapult, minden, hagyj szóljon, toljátok neki. A gyerekek ott konkrétan már... bokáig járnak a hullákba, de még mindig azt lövöm. Azt a kurva! Szodora és Gomora gyerekek! A biológiai jelenetnek vagyunk szem és fültanúi. Közben kaptunk egy paraszlengőt valakitől. Elég szomorú. Sajnos. Sir, a pofádon van-e bőr? Piros partfish fejűekkel vagyunk. Már eddig is piros volt, egyébként nem tudom. Mi van? Gyerekek. Most mi van? Kaptunk egy izét. Valamit. Ja, hogy az a menü volt, jó van. Egyes ajtó gyíki. Ó, Lajcsi! Itt van Lajcsi, gyerekek. Neki kell segítenünk. No, we're secure from this demon. We need to get you to a safe place. Your chambers? My chambers? No, the vault! This way! Eridjé már! Mit pofázol annyit, Lajcsi? Menjünk. Menjél már nagy betonkeverő alakatoddal, bazeg, nem lehet elmenni mellett. A kétszárnyú ajtónál nézed már. Hihetetlen.
De durván néz ki, nézzétek, az elég jól néz ki. Nem tudom, mit csinálunk, ez... Nem vágom, mi lehet. Hát ez a gennyes! Jegyezzem meg. Jó, megjegyeztem. Hát ezt a kivégzéses dolgot, ezt valahogy el kéne sajátítani. Mi? Nyakon döftek minket, gyerekek. Hát való ez így. A játék első látásra elég jó, srácok. Tehát egy izgalmas dolog. És... hát nem tudom, nem. Egyelőre nem okozott csalódást nekem. De aztán majd meglátjuk. Úgyhogy ennyi volt a... Vagy nem? Menjünk még egy kicsit. Szerintetek mi? Szerintem is. Jó van, akkor menjünk. Nem ennyi volt. Elnézést. Szabad egy melnézést. Ismét itt vagyunk a kétszárnyú ajtónál. Az meg mit fekszik ott? Biztos rájött a cifra. Ja, hogy skill pontot növelek ezzel a görgős cuccal. De miért? Hát már rányomtam, baszódj meg! Nézd meg! Ja, igen, megjegyzem, bazd meg csak. Hagyjál élni. Azt a kurva, hanyan jönnek még? Hát ezek a patakbú gyűttek! Gyerekek, ez egy nehéz dolog, és a legkönnyebb módon játszunk, azért ez... odavág. És most előről kezdjük, vagy mi? Felhevítem az idegrendszeremet ezzel, hogyha előről kezdjük. És kacok, hát szerintem ennyi volt, ugyanígy nem fogjuk folytatni annál a vagdalózós résznél. Igazából ez csak egy ilyen bemutató jelleggel, hogy ilyen is van, de valószínűleg még mindenképp lesz belőle egy. Ami a sorozatokat illeti, sokan írjátok, legyen ez. És előről kell kezdeni bennek. Na mindegy, legyen az. Igazából, ami látom, hogy érdekel, vagy engem érdekel, az nyilván sorozatgyanús játék, illetve fogok róla a részeket csinálni, de ami egy kicsit elhalóba van, akár a State of Bica és a többiek, azokat hanyagolom egy időre, ugye, úgyhogy, mert sokan írtok, ezt azért mondtam el most a videó végén. Köszönöm, hogy velem tartottatok, Zsozé voltam, pacsi mindenkinek, szevasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson. Ha tetszett a videó, veress egy tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad. És még annyit szeretnék kérni tőled, hogy ha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam. Szevasztok!